Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Ünnepi díszbe öltözött Városháza udvaron vár mindenkit az adventi vásár. A nagy ünnepre készülő napokat minden este koncertek, műsorok színesítik. Az életnagyságú Betlehem melletti színpadon a halasi csoportokon együtteseken kívül fellép Csobot Adél, Dobrádi Ákos, Kós János és a Bonbon együttes. A gyerekeket szalmalabirintus várja, de fotózkodhatnak akár a Mikulással is. A felnőtteket csábító és változatos ételek illata csalogatja majd oda, ahol aztán forralt bor és illatos tea mellett tölthetnek kellemes perceket. Adventi udvar Kiskunhalason, december 10-től 23-áig. Megdöbbentő adat, a halasi középiskolások 10%-a már kipróbált valamilyen kábítószert. Tucatjával sült a mézes kalács, a máltai szeretett szolgálat önkéntesei is sütötték a finomságot a fogyatékossággal élő felnőtteknek. Bővült a halasi tárgyak palettája, most már van a város nevével ellátott jegyzetfüzetfény, visszaverőpánt és mókás ceruza hegyező is. Folytatódnak az adventi programok, minden délutánra jut műsor a Városháza udvarában. Köszöntöm Önöket! Ma is számítunk, a figyelmükre tartsanak velünk! A halasi középiskolások 10%-a már kipróbált valamilyen kábítószert. Többek között ez a megdöbbentő adat is elhangzott a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Fórum legutóbbi ülésén. A feladatok között ezúttal elsősorban munkacsoportok létrehozása szerepelt, de a szakemberek arról is értekeztek, milyen egy biztonságos szórakozóhely, ahová szülők bátran elengedhetik hétvégenként gyermekeiket. Október elején kezdte meg működését a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF. A cél az illegális szerek visszaszorítása térségünkben, valamint a fiatalok védelme. Ennek érdekében többek között elindult egy nyilvános Facebook csoport, melyhez eddig közel 200-an csatlakoztak, ezzel is segítve a közös munkát. Az elnök szerint napjainkban kevés égető probléma létezik a kábítószereknél. A kábítószer, illetve a káros szenvedélyek megelőzése kell, hogy a célunk legyen. Ugye nyilván nem a már szerhasználó fiatalokra fókuszálunk, sokkal inkább azokra a fiatalokra, akik esetleg veszélyeztetett helyzetben vannak. Készült egy felmérés, és ezzel kapcsolatban egy alapítvány készítette itt Kiskunhalason a középiskolások bevonásával. Saját önbevalláson alapszik az, amit most mondok, úgy gondolom, hogy ez nem is titok, 10%-a már próbálta a középiskolásainknak, tehát találkozott vele. A drogok visszaszorítása mellett legalább ekkora hangsúlyt szeretnének fektetni a későbbiekben arra, hogy a szülők nyugodt szívvel elmerjék otthonról engedni gyermekeiket hétvégenként. Megpróbáljuk a biztonságos szórakozó helyeket kialakítani, ehhez várjuk a javaslatokat a mai nap folyamán is, valamint a diákoktól és a szülőktől is, hogy mitől biztonságos egy szórakozó hely. Ugye nem nekünk kell ezt kitalálni, hanem a gyerekek tudják megmondani azt, hogy ők mitől érzik magukat biztonságban, hol érzik magukat biztonságban, és várjuk a szülők hozzászólását is, hogy hova engednék el szívesen a gyerekeiket, milyen kritériumoknak kellene megfelelni annak a szórakozó helynek, ahova ők elengedik a gyermeküket. A mostani KEF gyűlésen több munkacsoport is megalakult, melyekbe igyekeztek a lehető legszélesebb körből összeválogatni a különböző szakembereket. Különböző területekről legyenek a ifjúságvédelemből, gyermekvédelemből, jogi területről legyenek, oktatás területéről legyenek, egészségügy területéről legyenek, hogy minél átfogóbb koncepciót tudjunk alkotni. A szervezők abban reménykednek, hogy ha elindulnak a tényleges munkálatok, hosszú távon érezhető lesz majd a csoport tevékenységének eredménye. A megelőzésnek az a lényege, hogy ne is jusson eszébe a gyereknek, tehát egy boldog, kiegyensúlyozott fiatalkort szeretnénk, olyan programokat, aminek értelme van, ami jövőt ad a gyereknek, ami azt segíti, hogy megismerje önmagát, hogy kiegyensúlyozott legyen, hogy megtanuljon konfliktust kezelni, de ezt így direktben nem lehet, tehát olyan programokat kell csinálni, amikor a gyerekek között tudnak lenni olyan egészséges felnőttek, együtt lenni velük.
akik jó példát tudnak mutatni. A gyűlésen elhangzottakat a szavazáskor a jelenlévők egyhangulag elfogadták. Hasznos tippek a balesetek elkerülése érdekében. A kiskolnási rendőrkapitányság is csatlakozott a Tispol adventi kezdeményezéséhez, melynek lényege, hogy egészen karácsonyig minden nap felhívják az autóvezetők és közlekedők figyelmét a téli közlekedés legkomolyabb veszélyforrásaira. A sorozat vasárnap indult weboldalunkon, a halasmedia.hu-n. Az érdeklődőknek minden nap érdemes rápillantaniuk a honlapra, hiszen egészen szentestéig újabb és újabb fontos információkkal frissül a rovat. Vállalkozók, figyelem! Itt a társasági adóelőleg feltöltések intézésének, valamint a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítések ideje. Erre hívja fel a figyelmet a Kiskolnási Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi csoportja. Mindkét esetben december 21-e a határidő. Kérik az érintetteket, hogy a határidőig tegyenek eleget kötelezettségüknek. A bevallási nyomtatványok az internetről tölthetők le a kiskolnas.hu oldalról. Már készülnek a karácsonyra a Philadelphia Integrált Intézményben. A fogyatékossággal élő felnőtteknek a Máltai Szeretetszolgálat tagjai és a humán szakképző önkéntes diákjai sütöttek mézes kalácsot. A szolgálat most indítja a tartós élelmiszergyűjtést is. A rászorulóknak készítenek csomagokat az adományokból. Tucatjával sült a mézes kalács. Finom illatok lengték be a Bajcsi Zsilinszky utcai Philadelphia Integrált Intézményt. A Máltai Szeretetszolgálat tagjai és önkéntes fiatalok kedveskedtek az intézmény 64 fogyatékossággal élő gondozottjának. Hagyománnyá válik nálunk, hogy a fiatalokkal mézes kalácsot sütünk itt a fogyatékosok otthonába. Egy ilyen nagymama unoka program megy már pár éve, és szeretnénk megtartani ezt a hagyományt, hogyha sikerül. Következő csapata, a tavalyiak ugye leérettségiztek, itt a következő csapat, aminek nagyon örülök, mert ők is nagyon lelkesek. Az önkéntes diákok tésztát gyúrtak, nyújtottak és szaggattak. Fiúk és lányok egyaránt kivették a részüket a munkából. Azt mondják, máskor is szívesen részt vesznek majd hasonló akciókban. Nagyon örültünk neki, hogy elhívtak minket erre a mézes kalássütésre, mert nagyon jó érzés szerintem másoknak segíteni ezzel, hogy mézes kalácsot sütünk. Neked ez az első ilyen akciód, vagy volt már hasonló? Voltam felültetni egy ilyen iskolába, az 50 óra közmunka keretén belül, és nagyon tetszett, és most is eljöttem, úgy voltam vele, hogy ez ilyen jó, és nekem szeretem ezt a másokon segíteni. Hogyan tervezed akkor a jövőben is aktív tagja maradsz a Máltai csoportnak? Hát ahogy lesz időm, persze, ahogy engedi az időm, meg minden, persze, mindenféleképpen szeretnék jönni. Önkéntesen is szerettem volna jönni, meg közszolgálathoz kell, ilyen órába beleszámít. Számíthatnak rád a jövőben is? Igen, számíthatnak. Az intézmény gondozottjai nagyon készülnek a karácsonyra, így jól jött a sok mézes kalács. Ez a legszebb ünnepe az évnek, a karácsony és az adventi készülődés. És immár most már hagyománnyá vált, hogy a mézes kalács sütéshez a Vári Szabó iskola, szakközépiskola tanulói, önkéntesei és a Máltai Szeretetszolgálat tagjai jönnek és sütik nekünk a mézes kalácsot, amit mi majd utána feldíszítünk, és a karácsonyfát ezzel díszítjük. A halasi Máltai csoport tagjai és fiatal segítőik rutinosan mozogtak a tűzhelyek mellett, idén különösen sokat sütöttek, például több ezer palacsintát. Több helyen sütöttünk ugye palacsintát, a Hargakötönyben kisütöttünk közel 2000-et, a plébánián kisütöttünk 1000-valahány száz darabot, a mézes kalácsok mennek, fánkot sütöttünk ugyanígy, itt tervezik továbbra, és ugyanezeket a dolgokat szintén visszük tovább, illetve ültettünk szeretett fáit Kunadacson, fiatalokkal szintén, tehát igyekszünk, mozogni teszünk, amit tudunk. A Szeretetszolgálat következő nagy akciója a tartós élelmiszergyűjtés, ami szerdán indul a megszokott élelmiszeráruházaknál. Aztán jön a csomagok összeállítása és kiosztása, hogy karácsonykor mindenkinek kerüljön étel az asztalára. Tovább bővült a halasi termékek palettája. Új tárgyak készültek a város logójával ellátva. Most érkeztek meg a Főtéri Város Marketing irodába az újra hasznosított anyagból készült jegyzetfüzetek. Most már vannak fényvisszaverős csuklópántok és mókás ceruzahegyezők is. Ezen kívül az ország több pontján készült kézműves termékek, például vázák és ékszerek is érkeztek az irodába.
Mindezek a 2016-os fali naptárokkal együtt, ami a város hivatalos jövő évi naptára, a Városháza udvarában, az adventi vásárban is bemutatkoznak. Nyílt napot tartott a humán szakképző és a kiskolási rendőrkapitányság szombaton. A sport a megelőzésért nevet viselő rendezvényen foci és kézilabda meccsek voltak, emellett még 8 helyszínen előadásokat hallgathattak meg a diákok, a végzősök számára pedig a Kossuth utca intézmény szakmacsoportjai mutatkoztak be. Sporttal a megelőzésért címmel szervezett közös délelőttet a kiskolasi rendőrkapitányság és a humán szakképző. A Kossuth utcai intézményben egész délelőtt programok egész sora várta a diákokat. Évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szakközépiskolával, nem titkolt célunk a toborzás, és ennek érdekében sporttal a megelőzésért címmel rendeztünk a mai napon az iskolával közösen egy nyílt napot. Munkatársaim 8 szekcióban tartanak előadást a középiskolás fiataloknak, bűnmegelőzésről, balesetmegelőzésről, itt vannak a bűnügyi technikusok is, ezen kívül a humán szolgálat munkatársai adnak tájékoztatást arról, hogy milyen felvételi követelmények, illetve milyen felvételi lehetőségeik vannak a szakközépiskolát végzett fiataloknak. Közben a pedagógusok, a diákok, a rendőrök sportolnak, kézilabdáznak és futballmérkőzésekre kerülsön. A kézilabda mérkőzés résztvevői szerint hasznosak az ilyen alkalmak. Így a rendőrség berkein belül nem igazán sikerült úgy kellőképpen felkészülni, de mivel mindenki szereti a sportot, azt mondom, hogy megpróbáljuk, és akkor reméljük egy jó eredmény sikerül majd elérni. Az eredmény a fontos, vagy az, hogy együtt vannak itt, és mozognak egy jót, és játszanak egy jó meccset? Én szerintem a részvétel az a fontosabb, meg hát maga a rendezvénynek a mondani valója az, ami még előtérben van. Nagyon örülhetünk neki, hogy megkaptuk ezt a felkérést, hisz egy éve a Bibókupán játszottunk utoljára így együtt ez a csapat. Igazából készülni nagyon egy edzésünk volt a héten, de nagyon nagy lelkesedéssel vártuk ezt a meccset. Ennek a sporttal, a megelőzéssel programnak mekkora jelentőség van itt az iskolában, illetve mennyire fontos számotokra, hogy ezen részt vegyetek? Szerintem a mai fiatalságot az nagyon érinti, mert azért a drog az megjelenik a mindennapokban, úgyhogy én szerintem nagyon jó jelentősége, meg jó jelentősége van a diákok számára. Mondtam, hogy ketté szakadt, az tényleg ketté szakadt. Ez teljesen így nézett ki. Ez a hátulja az autónak. A diákokat a termekben előadások várták. Nagy sikere volt például a bűnügyi technikai bemutatónak is. A nyílt napon pedig az általános iskolások ismerkedhettek meg több szakmacsoporttal is, és aki kedvet érzett a rendőri hivatás iránt, az jelentkezhetett is. Folytatódnak az adventi esték a Halasi Városháza udvarában. December 20-áig minden napra jut valamilyen program. Ma a Felsőváros iskola és a Bibó gimnázium diákjai adtak műsort. 16-án szerdán 17 órától a Sziládi gimnázium műsora várja az érdeklődőket, 17:30-tól pedig a Halasi Népdalkör tagjai lépnek színpadra. A műsorokon kívül az árusok kínálata, valamint finomságok és ünnepi fények fogadják az udvarba betérőket. Itt található az életnagyságú Betlehem is, illetve van egy fotófal, ami előtt angyalka szárnyas képeket lehet készíteni. Értelmetlen halálok címmel a hétvégi tragikus jánoshalmi tűzeset helyszínén készült fotóval jelenik meg a Halasi Tükör legfrissebb száma. A lap újságírója annak járt utána, hogy miért kap kártérítést több kiskunhalasi rab is a börtönben eltöltött évekért. Az újság ír arról is, hogy megoldást kínál a Városháza azoknak, akik külterületen élnek és a földes utakon nehézkes a közlekedés. Folytatódik a példakép sorozat a Tükörben, ezúttal Szűcs Bea meséli el, hogy miként valósította meg álmait. Megismerkedhetünk egy halasi kötődésű fiatalemberrel is, akit megevett egy dínó. Most pedig röviden felidézzük a nap főbb híreit. Megdöbbentő adat, a halasi középiskolások 10%-a már kipróbált valamilyen kábítószert. Tucatjával sült a mézes kalács, a máltai szeretett szolgálat önkéntesei is sütötték a finomságot a fogyatékossággal élő felnőtteknek. Bővült a halasi tárgyak palettája, most már van a város nevével ellátott jegyzetfüzetfény, visszaverőpánt és mókás ceruza hegyező is. Folytatódnak az adventi programok, minden délutánra jut műsor a Városháza udvarában.
A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a napi mozaik. Ebben ellátogatunk egy tanyára, és megnézzük, hogy a házigazda hogyan készül a karácsonyra, illetve egy részletet mutatunk Kós János halasi adventi fellépéséből. 7:30-tól sportműsorral jelentkezünk. Tóth István már itt van a stúdióban. Szia, milyen eredményekről fogsz beszámolni a nézőknek? Jó estét kívánok, szia Erika! A mai sportműsorban torna, diákolimpia, krampuszkupa, teremlabdarúgó torna és junior kézilabda viszi a prímet. Ez utóbbi témában érkezik vendégünk is, Demeter József érkezik majd hamarosan ide a stúdióba, ő a Kiskunhalasi UKSC elnöke, és vele az őszi idényt fogjuk együtt értékelni. 7:30-kor várom Önöket! Köszönöm a tartalomismertetést, Önöknek már a köszönöm a figyelmet, de tartsanak továbbra is a Halas Televízióval, illetve olvassák internetes oldalunkat a halasmedia.hu-t. Holnap pedig újra jövünk majd a friss hírekkel, addig is viszontlátásra!